Csárépek. Gyerünk, mozgás! Holákmentes szerveget kívánok, hoztam egy csatát a T-28 Prottal a mappa Safe Haven. Lőhetjük a heteseket. Hát, de én csak addig fogok jeleskezni ebbe a csatába, meddig ki nem pucoljuk itt a kikötő és környékét. Mert utána már több lövésem nem lesz, sebességemből adódóan. Na! Nyom a speed boostot, nem vesztegetem az időt. Jövök az IS-3 után. De sokáig nem is kell speed boostolni, mert kispotoltam a tigris pulit. IS-3 célozés. Nem? Igen. De se baj, én annál nagyobbat adtam a tigris P-nek, stokkos tigris pulinak. Speed boost, hát itt azt hiszem benne nem tudok mit kezdeni, és nem is akarok, viszont rájöttem, hogy itt van a 7-es olasz rohan TD-s SMBC isten átka. Na de se baj, majd elveszem a kedvét a szemétkedéstől, akár csak a lővének, majd a mi SMCV-nk megharagszik ránk, vagy rám, mert lenyúlom az ő drága látos kéjét, amivel nyilvánvalóan szemből nem tud fasz se kezdeni. Tehát azért az Ozonok agya, ti meg azért vagytok rohanfaszok. Mindjárt rá is vertem egy 463-at. Nem foglalkozik velem, de viszont rápislantottam a lövére. Hát ha akar valamit tőlem, nem akart semmit. És most belém lőtt egyet az autista. Biztos az ellenségnek nézett, de hát a színéből kifolyólag egy autista kretén úgy patron. És ez van. Na, rendben van. Akkor keresünk egy fogást a lövére, majd felhasználom ezt a 7-es balfaszt, mert jön velem. Vagy jön, és a lövét ellövi. Nagyszerű, én nem állok meg. Csak lassuljuk a protóval, ő trekken tartja, mert nem tudom, hogy itt oldalról akar tőle. De hát a lőve az meg valahogy nem foglalkozik velem, hát jó hanszatos. Hát legyen a te gondod, hogy nem foglalkozol velem. Amikor van a farkas falka, akkor nyilvánvaló felkerül, csak azt mondom, hogy miért pont egy lassítóval kellene megtennem. Na de majd itt lesz az MB45-ös is, hát ő még egyet belém ver, de amúgy fair trade lesz, tehát lőtt egy .2-t feltét, mert adtam neki egy lowrollt 379-el, és nem fog utolérni engem törvés időben az MB45-ös nekem is volt. Igen, és most akkor mindegyik klikker megtalál magának, van, meg akkor a Chili fentről, persze, és belém is fog még egyet lőni, na meg is volt, szerencsére harmadjára elrontja, és gyakorlatilag nekem szerintem még egyetlen egy lövésem lesz majd a Jagdpanzer személyébe, ha jól emlékszem. Azért megyünk speed boost-a, mert itt csak fordulódok, meg nézelődök, semmit nem tudok csinálni magammal. Viszont igen, mindjárt észreveszem, hogy ott fel lesz fent majd a Jagdpanzer, ott is van, a kisfiú. Adok majd neki egy, talán blindba fogom ellőni, nem emlékszem rá, nem akkor kapott egyet. És szerintem meg is van azért a maxi lövésem, mert ez valamelyre csúnyán elmegy innen. Hát ezzel nem találtam ezt szart se. Úgyhogy be is harangozom a balhét. Ja, és csinálunk egy szakaszt az IS-2 sporttal, a 7-es Ruski Heavy-vel. És be is harangozom a balhét. 3 kill, 2980 damage, meg minimális assist, meg egyéb ilyen kis szarok. Igazából csak egy jó kis csata volt, tehát semmi komolyság, se nagy kaliber, semmi. Csak szerintem egy értékelhető kis normális balhé volt, és azt nem tudom mindig megérteni, hogy miért nekem kell egy lassú 8-as TD-vel flankelgetnem a lövét, meg az összes többi szart, amikor csak egy lövést kell felfogni, és gyakorlatilag utána meg lehet kúrni a lövét is kényelmesen, de hát tehát agynak igazából kéne hely, de a színekből láthatjátok, hogy sem agy, sem tapasztaltság, nézzétek meg 50k csatával, olyan statja, hogy hihetetlen 7-es, szintén szentemélye van a csávónak 1K csatával, hát a többit meg igazából hagyhatjuk is. Tehát a Dick és egy autista borom 34K csatával, egyszerűen ez a cigány wargaming meg a cigány ócska szarbandája. Ennyi. Csánépek.